Egyre több egészségügyi dolgozó, köztük ápoló hagyja el Magyarországot az Állami Egészségügyi Ellátóközpont adatai szerint. A kiadott hatósági bizonyítványok alapján az is látható a táblázaton, hogy a legtöbben Németországban vállalnak munkát, ami 2015-ben egészében összesen 707 szakdolgozó hagyta el hazánkat, ez 2016-ban már az első fél évben közel 400 fő volt. A munkaerő itthontartása érdekében lépett tavaly a kormány, ez növelheti a Debreceni Egyetem egészségügyi karát a jelentkező hallgatók számát is. Egy bérmegállapodást sikerült kötni ugye a kormánnyal, ami azt jelenti, hogy ebben az évben egy 26%-os béremelés történt az egészségügyben dolgozók körében, illetve a következő két évben további jelentős béremelés várható ebben az ágazatban. A felvi.hu legfrissebb adatai szerint a diplomaszerzés után egy hónappal az orvos és egészségügyi hallgatók 64,9%-a szerez állást, így a képzési területek közül itt a legtöbben. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán jelenleg 1350 hallgató tanul. A most érettségizők február 15-ig jelentkezhetnek ebbe az intézménybe is. Az alapszakok esetében a bekerülési minimumot, a 280 pontot kell elérni a végzős középiskolásoknak. Szülésznő, mentőtiszt, ápoló, védőnő, egészségügyi szervező, illetve a társadalomtudományi képzési területen pedig a szociális munka alapszakra várjuk a hallgatókat. Ami újdonság volt, és a tavalyi évben indítottuk, az az egészségügyi tanármesterszak volt, ez nagyon népszerű volt tavaly, körülbelül 100-an jelentkeztek erre a szakra, de továbbra is az ápolásmesterszak és a szociális munka, szociális gazdaság, illetve egészségügyi szociális munka mesterszakokra is várjuk a jelentkezőket. Az intézmény érettségi előkészítőt is indít majd, ez főleg azoknak jelent segítséget, akik szociális munka alapszakra jelentkeznek. Nekik ugyanis kötelező egy emelt érettségi. Az egészségügyi karon az ápolómesterképzésen már 6 specializáció közül választhatnak a hallgatók, de az alapszak esetében is kompetencia bővítés volt, így már több feladat önálló ellátására is képesek lesznek a diplomás szakemberek.